De nagyon-nagyon fontos, hogy azt mindig szem előtt tartsuk, hogy a számunkra a legfontosabb szent helyt is rendbe rakjuk. És azok pedig a mi belső magunk szent helye, ugyanúgy, ahogy a logó is mutatja, ott a belső mag. És hogy nem szabad el, én nem felejkeztem nagyon sokáig a testemről, lélek, szellemmel foglalkoztam, testtel nem, és pont az utolsó pillanatban, vagy hát nem tudom, az utolsó pillanatban, pont tegnap előtt egy nagyon jó emberhez kerültem, és tudom, hogy most ennek jött el az ideje. Tehát ezt a hármasságra is nagyon figyeljünk. Nem csak, hogy mi van kívül, meg nem tudom, belül, de hogy a szervezetünkre is nagyon figyeljünk a tiszta étellel. És én azt érzem, hogy a jó minőségű alvás is végtelenül fontos. Mindenki, de most tényleg nagyobb emberek is beszélnek arról, hogy ilyen táplálkozás, olyan víz, meg ilyenek, de az, hogy az emberek az életüknek egy harmadát milyen közegbe töltik, sok mindent nem tudjuk befolyásolni, nem tudjuk befolyásolni mindig, hogy mit együnk, mit ígyunk, stb. Milyen városban élünk, vagy valami, de azt igen, hogy egy párnát, egy 100%-ig természetes anyagból készült párna, ami tönköly, és rózsaszirom, és istenfa, és még néhány alapanyag van benne, meg a boszniai piramisokból kristály, tehát hogy ez is nagyon-nagyon érdekes, ez is egy nagyon szép történet, és hogy azzal vegyük körbe, és hogyha az ember lelke úgy megjelzi, hogy kell neki ez, a fény akkoratból tud erősödni, és nagyon sokan számoltak be arról, hogy megváltozott az életük. És gyerekek, kutyák, cicák, mindenki úgy, hogy nem nézték a 30 szakember ajánlását. Dusánék is el tudják mondani, ugye, hogy milyen megtapasztalásuk van a párnával kapcsolatosan, ti is el tudjátok mondani. Emberek azt mondják, amikor felhívnak telefonon, hogy nem az, hogy jól alszunk, megváltozott az életünk. Ez így. Rengeteg ember mondja, hogy megváltozott az életük. Szerintem azért, mert ebbe a hála erő, amit én 8 éve a szó szerint a hátamon hoztam létre, és rengeteg jó ember állt mellém, és csináltuk, ebből a hála hálózatból háló jött létre. Hát a hálószoba, miért hálószoba? Tehát, hogy ezek is, tehát, hogy olyan minőségű kapcsolódásokat tudunk elérni, ami végtelenül fontos. És most mutatok egy érdekes dolgot, ezeket sem látta még senki, úgyhogy örülök, hogyha így meglátjátok. Itt van, hogy hajlik oda a fény. Hajlik. Tehát nem mozdítom a kamerát, de oda hajlik a fény. Tehát a fényt vonza. Tehát, hogy itt valami olyan jelenség van, amit én nem tudok, nem is feltétlenül kell, hogy tudjam, de a másik. Nézzétek meg! Amikor elengedtük egyébként az emese álmát, ebbe a földközi tenger, ugye? Kicsi? Szerintem igen. Földközi tengerbe, akkor nézzétek meg! Oda hajlott rá a fény. Tehát ráhajlik a fény. Tehát egy lélekfilmes vagyok, én nekem az a lényeg, hogy lehozzam az, amit nem mindenki lát. És nézzétek meg, minden szál a napnak ott van, ez követi. És megáldja, még pluszban, miközben az egyetlen dolgot, amitől elpusztulhatna, vagy ilyenek, ha létezik alá, vagy bármi, de akkor is abba kell belerakni. És ott van, hajlok hozzá. Hát az hogy? Dusát be tudod? Vagy valami összeheted, nem? Ugyanúgy, mint te. Micsoda? Ugyanúgy, mint te. Tehát, hogy... Nem kell tudni érezni. Aha. Tehát, hogy annyira érezhető, hogy annyira tiszta szívvel csináljuk mindig ezeket a párnákat. Mindig a legmagasabb minőségben, mindig és a csodálatos kedves ember Istenemmel együtt. És most így tényleg, most már így visszatérek rátok, mert mondtál egy érdekes dolgot. Ugye az, hogy a férfi és a nő. És
Hát én addig csináltam ezeket a párnákat, és úgy a férfi energiába, hogy beleraktam meg ilyenek, hát ment is, nem ment, olyan volt, amilyen. De eljutott nagyon sok helyre. És miután megérkezett a kedvesem, ami úgy érkezett meg, hogy előre hálás voltam neki. Méghozzá úgy, hogy kértek tőlem egyedi párnát, egy Mária Magdolnás párnát, és én azt kaptam, hogy ezt csináld meg úgy, hogy te képzeld el, hogy a te Mária Magdolnádat bevonzod, és megcsinálod. Volt egy kép, a videóban majd alá vágom, egy kép, Mária Magdolnás, YouTube vagy Facebookra tudtam leszedni, és voltak ott ilyen X-ek, meg ilyen valahogy le volt mentve. Bezáró gomb, meg mit tudom én milyen gomb. És én azt mondtam, hogy grafikus is vagyok, hogy én ezt átrajzolom, átfestem. És ahogy én lefestettem, egy két gombnyomást lehetett volna, mert meg tudtam majd csinálni. De ahogy én lefestettem, úgy éreztem, hogy én felszabadítom azt a Mária Magdolnás minőséget, azt a nőt, aki majd oda mellém fog jönni, és nem érdekelt, hogy ott van-e vagy nincsen, én tudtam, hogy ott lesz, hiszen ez volt a feladatom. És festettem, és azt csináltam, hogy jó, átadtam, aki kérte, és megcsináltam, és még egy másikat is, és amit még szebb lett, meg minden, valahogy így, és oda raktam magam mellé az ágy mellé. És ott feküdtem mellette, és én tudtam azt, hogy ez így lesz. Tehát, hogy most megmondtad megint egy jó dolgot, hogy mi fénytermészetűek vagyunk, a fény az már csak leköveti a dolgokat. Tehát, ha én azt megkaptam információban, hogy ezt csinálja meg neki a párnáját, és majd ott fog feküdni rajta, és nincsen senki sem úgy a képbe, akit tényleg úgy érezném, hogy az a minőség, és megcsináltam, és utána megjelent. És hát gyönyörű a történet, de most ebben nem akarok belemenni, de hogy tényleg azóta oda költöztem hozzá, meg ilyenek, és napról napra úgy kelek fel, és úgy, hogy ő azon alszik, mint én pedig egy másik párnán, de hogy előre hálásak tudtunk lenni, hát ezt csak azért hoztam be, mi lenne? Ha előre hálásak lennénk, hogy ez a nagy Magyarország, ez egyként dobban a szívünk. Mindegy, hogy most jelen pillanatban milyen minőségben van megnyilvánulva. Mert ahogy azt éreztem, hogy itt vagyunk, és itt kinő a lábunk. Tehát, hogy belső Magyarországban nem nőhetett ki a lábunk. Nem tudtam elindítani egyik helyen se. De itt biztos voltam benne. És tudtam, hogy a Főnix fogja elindítani. De lehetne? Amit mondasz? Akkor tudtál szólni valamit, egy érdekesség? Aha, na akkor. Elnézést, de nem tudom. Ne is bírt ki. Mit mondanátok erre a kockára, ez micsoda? Ez a kocka. Ugye? Mit mondanátok erre a részre? De mindest fényt kap, fényes. És mit szólnátok ezt, hogy én azt mondanám? Mit szólnátok? Hogyha kivérnénk ezt a párnát, és kivérnénk ezt a vonalat, hogy ez is sötétség. Mert ez a mi közös mátrixunk. Egy hologram. Egy világ. Amit mink elképzeltünk, hogy a valóságunk, nem? Nézzétek, mennyire csodálatos Péter alkot. Milyen információkat hoz magával, és mit üzen a teremtő rajta keresztül. Én ezt így értem meg. Itt a sötétség, itt a sötétség. De itt egy úgynevezetes valóság, ami mindannyian néztük a Matrix filmet, tudjuk, hogy miről szól, a mi valóságot. És a Péter alkot egy párnát, amelyre rávilágít a fény. Szóval a teremtő bevilágít a sötétségbe, és mutassa az utat. Ő követi a párnát, én követem Pétert. Neked milyen megtapasztalásod van, vagy mit éreztél, amikor mi átadtuk? Mert az is egy különleges dolog volt, mert elvileg nincs olyan, hogy eltévedtünk. Tehát ezt is el kéne felejteni, nincs olyan, hogy eltévedtünk, vagy valami. Igen, azt még egyszer. Igen. Mit tapasztaltál? Szóval erre alapoznánk és folytatnánk. Én Péter úgy élem meg, ő kap egy sugallatot.
mindennel tisztában van vele, eltérje, mi az, amit ő tesz. Konkrétan mit tesz? Nem hasonlítsa véletlenül a párnáját a vízzel, az információs rendszerrel, minden. Szóval a teremtő mindazt, amit szeretne úgy mondani, ő rajta keresztül, elsősorban neki üzenni, persze ezt még ahogy mondta, és a párjával együtt teremtik és csinálják, nekik üzenni, és ezt az üzenetet átvinni az emberiségnek, ehhez, és ez a legcsodálatosabb, amit én angyal mondtam, ehhez nem tudás kell, ezt a párnát nem kell megtanulni. Mit kell? Átadni. És az ez információ, amit ő most szépen elmondott, hogy mind információk vannak. Mind információk, innen, onnan, boszniai nappiramisról, kristályok minden, az ez meglevő információk ott vannak. De mi az érdekesség? Az információk nem elegendő olyan téren, csak hogy ott legyenek. Mert az információk itt vannak. Mire van szükség? Az emberekre, mint ők, hogy aktiválják ezeket az információkat. Én azért neveztem el a tanfolyamot intuíció aktiválás. Én tudom, hogy az én könyvemben kódok vannak. De az elmélet. Az aktiválás azokon az embereken keresztül történnek, akik eltérnek, ez a feladat. Az ő feladata az, az véget teszi, csinálja a párnákat, egy jobb véget, mert hiába. Ezeket az elemeket, amit ő vetett a párnába, más is össze tudja tenni. Nem is az. Mert átmegy rajta, átmegy a pályán keresztül energia, és az ő energiájuk aktiválják mindaz, ami valójában odány van. És ez a lényeg. És én neki ez nem másnak, mind a visszajelzéstől, a teremtéstől, eltérjen, amit ő érez, és úgy intuitívan, és el is mondja, nem tud sokszor magyarázatot adni rá, de a realitás. Nagyon is kell. Mindenki. Én elmondom a tapasztalatot, jó pár Jézusán nem azt mondta. Nekünk egy nagyon érdekes helyen lett átadva ez a párna, a kék keresztnél megyük oldalén. Kicsit hangosabban beszélsz, mert itt most belehang látszik. A kék keresztnél kaptuk meg a párnát, amire valójában őszintén ugye nem számítottunk, mert elmentünk, hogy fölmászunk a jelenés, fölmászunk a jelenésekhez. És én, amikor magamhoz öleltem a párnát, úgy öleltem magamhoz, hogy összeöleltéztünk a dusánnal, és fele párna rajtam volt, fele rajta. És én azt éreztem, mintha az a párna elkezdett volna bennünket összekötni. De én akkor tovább mesélném azt, hogy ez beindított egy folyamatot, ami lassan most már kezd kialakulni bennem, hogy mi történt valójában. Tehát ugye a nő meg a férfi azért nagyon el van távolodva egymástól, nagyon sok sérelem van a nőben meg a férfibe egymás iránt, ami véget nem tud áramlani az energia. A nő és a férfi, mondhatjuk mindenki saját női férfi energia, de azért mivel itt élünk fent a Földön, azért van nő, meg van férfi. És én bennem ez a folyamat indult be, ami még elválasztott attól, hogy én kapcsolódni tudjak. Mindenkinek a saját megélését fogja beindítani. Biztos, hogy van, én nem tudom a párnák, még őszintén nem beszéltünk erről, hogy van egy külön feladata, célja. Nekünk egy szűzmáriás párnánk van avval a szimbólummal, amit Péter az előbb bemutatott. Úgyhogy működik a párna. Csak engedjétek, hogy érezzetek. Ne az elmével vegyétek meg a párnát, hanem az, amelyik itt valahogy hív benneteket. Mivel nincs véletlen, ők így érezték, hogy nekünk ezt adják, de a legjobbat adták. Én nem tudom felolvasni nektek most azt, hogy mit éltem meg Medjugorjén, egy zarándoklaton, mert baján maradt a füzetem. De én hiszem azt, hogy ez is, ami ma történik, ez is mindenkivel legnagyobb jót hozza, hogy el tudja engedni még azt, ami elválaszza a teremtőtől attól, hogy párja legyen, vagy kapcsolatai rendezőtől a párkirát. Úgyhogy ennyit röviden a párnáról, ami tiszta szeretetben van lecsatornázva. Én nem mondanám, hogy csak egy eszköz vagy. Mert ha te itt nem vagy emberi formában, akkor ez az információ ide nem tud lejönni.
úgyhogy ne alacsonyítsd le, légy szíves magad. És nem azért, mert beképzeltség, hanem egyszerűen ezt is igenis tisztelettel, büszkén lehet képviselni, amit mindenki, amit képvisel, mert vagyunk többen, akik segítők vagyunk. Úgyhogy az eszköz az egy tárgy, amit használni lehet, de te egy élő energia vagy, amit az élő forrásból hozol ide. Úgyhogy én nagyon hálással köszönöm nektek az ajándékot, ott van a hálószobánkok. Hálóágyunkban. És végzi a munkat, a hálózatnak a része. Igen. Úgyhogy nagyon hálással köszönjük. Péter, mit szeretnék hozzáfűzni a fény mindig ott jelenik, ahol a legjobb a sötétség. Hát itt az ideje, ezt szerint. Ott mutat a legjobban. De van legjobb a sötétség van rá. Hát elmondok egy érdekes történetet, így a férfi és nő kapcsán. Az, hogy, és nézzétek meg, emese álma, és emese alszik. Tehát, hogy így pont, tehát, hogy minden okkal történik. Van, le fog jönni, ez fogja mondani, hogy elaludtam, de jó, hogy aludt. Tehát, mert ez így... Itt van már. Itt van már. Szuper. Akkor mondta, hogy mire, tudta, én ezt kaptam. Na, látod, itt vagy, szuper. Köszönöm. De hogy, és köszönjük akkor neked is, és hálásak vagyunk, így azt hiszem mindenki nevében mondhatjuk, hogy ezt a teret itt megnyitottad, vagy létre jött általad, vagy ki mit mondom, hogy mondja. Mert ugye azt mondják, hogy a teremtéshez tér kell, ugye ez így benne is van, úgyhogy ezt a teret így ezáltal is köszönjük neked. És azt is megkaptam, hogy csak addig aludtál, amíg a Főnix el nem indult, és akkor utána, és ezt nem viccből, hanem sírok, tehát örömmel sírok, mert tudtam, hogy így lesz, és kevés mindent. És itt az emberek tudják, hogy ez így lesz, és én azt kaptam, hogy december 21-én, amikor a madár felemelkedik, vagy 24-én, vagy mind a három nap, nagyon sok ezer párna van már kint az embereknél. Én úgy tudom, én azt kaptam, hogy ha én most ezt egy úgy adtam volna át, vagy úgy csináltam volna, hogy évek óta, 8. évben, hogy itt egy valami, és akkor juttas, tehát ezt nem én juttattam, mert mindenki, aki beszélt, vett, rendelt, megkapta, még majd most meg fogja kapni, vagy most fogja megkapni, minden pont a feladatát fogja csinálni. Aki eddig aludt és nem rendelt, akkor majd most fog, mert most indul el ez a történet, hogy december 21-én, vagy 24-én, vagy mind a három nap rakja a szívére az ember a párnát, és méghozzá érezze egyszerűen a hálát. Nem kell több, nem kell az, hogy ez a Magyarország most mindenki összelelkezik, és innentől kezdve mindenki megvilágosodott. Nem kell az, hogy ilyenkor semmi. Nem kell belevinni a politikát, nem kell belevinni semmit, egyszerűen érezze a hálát. És azt kaptam, hogy a teljes Magyarországról, és még egyszer mondom, nem nagy Magyarországról beszélek, és nem is kicsiről, a Magyarországról beszélek, ami ez. És, vagy még nagyobb, vagy még, tehát az egész, de most egyelőre, mint egy nagy madár. Anita a csodálatos kedvesen mondta, hogy itt ez a sok víz, amit megjelent, ugye ez az íz. És amikor volt ilyen kóstoló meg minden, akkor a szomszédba átvittek egy kis ízt. És nem az, hogy jól lakjon, mert hogy innentől kezdve ne vegyen több bármit, hanem hogy átadják, mert hogy ők azt tudják. Ez egy ilyen kis párna, egy ízpárna. Akár isztán párna. És pont azért, hogy a szívére tudja helyezni, és én azt mondtam, hogy én ebből még azt szeretném, hogy akinek még bármilyen módon, én mindig próbáltam, hogy a legszegényebbtől mindenki meg tudja kapni, tényleg, most jöhetnék. És de ha valaki tényleg csak annyit tud csinálni, nincsen, nem tudja még ezt kifizetni, akkor küldjön ruhaanyagokat, mert én azt láttam, mielőtt megkaptuk a Medjugorje-s elhívást, amit nagyon hálásan köszönöm. Előtte kaptam azt, hogy ruha, tehát úgy, ahogy én azt kaptam, hogy ruhaanyagok, párnák szeretnének lenni, és még egyszer mondom, furcsa volt számomra is, és ha nektek is van egy
egy missziótok, egy érzitek lélekben, hogy valami meg tud nyilvánulni, akkor, és nagyon furcsa, mert videósként elmész, és kapasz egy sugallatot, hogy a tömpői párnát, nem tudod mi az, vagy nem nagyon tudtad, hogy mi, csak már egyszer-kétszer tapasztaltad, mindegy, ez hosszú történet, hogy azt, nem az, hogy csináld meg, mert szerintem Isten nem azt mondja, hogy te most ezt csináld meg, hanem egy lehetőséget ad, hogy megkap, meghald, ha arra a frekvenciára vagy ráhangolódva, vagy a meditációba, és a Szent Mihály, Sziklánál Szent Mihály napon mondom, és én tudom, hogy ezt megcsináltuk. Úgy, ahogy te, mert elmondtad, hogy a fény, én már tudom, hogy ez megvan. Nekünk már csak az a dolgunk, hogy végig, oda, azok az emberek, akik érzik a hívást, ez azokhoz elért, a történet már megvan, neheze megvan, már csak a része, és most tényleg történelmi pillanat, hogy ezt itt most meg tudtam nektek mutatni, és azért tényleg ez az áldás rá, na, tehát, hogy, és itt meg is áll, és ott van keves áll, látjátok, pontosan azt mondom, hogy ilyen mennyi párna van egyébként, mennyi, és pont az emes áll. És én ezt tegnap este találtam meg ezt a felvételt, mert eddig nem kellett, hogy meglegyen, én nem haragszom, mi olyan, ez nem esnáma, látjátok, pontos egyébként. Több száz párnak közül választhattam volna, nagyon sok lehetőség volt. Pont ezt raktuk bele, mert ezt kaptuk sugárlatban, és most emese itt van, köszönjük, és itt az emes álmas, és tudom, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És ez már megvan. Úgyhogy már most bármit is mondhatnék. Ha van kérdés, akkor nagyon nagy szeretettel, de még egy mondatot.